Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Ezen a héten teljes fordulót bonyolítottak a Városi Kispályás Bajnokság első osztályában. A 18. fordulóban a középmezőnybe tartozó Aprilia Motorosbolt a kieső zóna elől menekülő Széphőszederrel találkozott. Lássuk a mérkőzést! A Városi Kispályás labdarúgó bajnokság 18. fordulójában Széphőszeder, Aprilia Motorosbolt, hivatalosan Aprilia Motorosbolt, Széphőszeder. A Széphő kék mezben balról jobbra, míg az Aprilia fehér mezben, sötétkék csíkkal és sötétkék nadrágban, ellentétes irányban a pályán. A két együttes közül az Aprilia helyezkedik el előnyösebb pozícióban a tabellán. Ők a hatodik helyen állnak, 15 mérkőzést játszottak eddig, 8 győzelmet, 2 döntetlent és 5 vereséget hegyeznek. Még a Széphőszeder 16 ponttal a 9. 15 mérkőzés, 4 győzelem, 4 döntetlen, 7 vereség. Már korábban szó esett, hogy az Aprilia mint jogutód szerepel a Városi Kispályás Bajnokság első osztályában. A Mercurius Tours játékjogát vették át, akik a télen feloszlottak. Mesics ívelte előre a labdát, Pintér Máriusz próbált labdát szerezni, Husz Károly azonban jól fedezte azt. A Széphőszeder kapus gondokkal küzd. Egészen pontosan hálóőrük nem jelent meg a mérkőzésen, így egy mezőnyjátékos, Gyenes András a Széphő kapujában. Kérdés, mennyire tudja helyettesíteni a megszokott portást. Lang vesztette a labdát az Aprilia támadásánál. Széphő bedobás. Balla Tamás dobta haza a labdát, az a Balla Tamás, aki jelenleg vezeti a góllövő listát az első osztályban. Ismertetném a két együttes összeállítását. Persze csak ezután a helyzet után Balla fejelt fésű hárított szögletre. Várjuk meg még a szögletet. Szép, óriási helyzet volt. Balla Tamás tette be középre, és négyessel érkezett Balla Róbert, aki a kaputól mintegy 2,5 méterről a ketresz fölé lőtt. Marad a 0-0-ás mérkőzés állás. A találkozó harmadik percében Vajda Gusztáv indul meg, és aztán mellélő. Tehát az Aprilia összeállítása a kapuban fésű, a mezőnyben pedig hármassal Gurmai, ötössel Kulcsár, hatossal Kocsis, hetessel Balog, nyolcassal Vajda, kilencessel Véninger, tízessel Somogyi, tizenegyes Husz, négyes Lánd. A Széphőszederben hármassal Mesics, négyessel Balla, kilencessel Vörös, hetessel Balla Károly, 10-essel Balla Tamás, 5-össel Dombi Ferenc, 15-össel Pintér Máriusz, 8-assal Tóth Zsolt, a kapuban pedig Gyenes András, akiről most éppen kijött a labda. Husz, Vajda, Robert lábáról pattant ki a labda az oldalvonalon túl, és az első gól! Láng bedobása után Somogyi érkezett, és a kapuval szemben mintegy 3 méterről fejelhetett teljesen szabadon. 1-0-ra vezet az Aprilia Motorosbolt a mérkőzés 4. percében. Somogyi a gólszerző. Vajda.
Megint csak Somogyi csúsztatott. Balog. Elővi a kapufáról jön ki. Beleért a kapus. Így marad a labda a fehérmezeseknél, és most jól jött ki. Ugyanes kapus ütközött Vajdával. Mindkét játékos a földön marad. Reméljük nincs komolyabb sérülés. Vajda Gusztáv most már talpon. A szép hőkapusa azonban még nem igazán tud lábra állni. Felsegítik. Ő is a lábát fájlalja. Nem is nagyon tud rálépni, lehet, hogy komolyabb a sérülése. Gyenes András az ideiglenes kapus, tehát a kispadra kényszerül sérülés miatt. Valószínűleg a térdével van probléma. Kérdés, ki áll most a szép hőkapujába? A kapus szerepét pedig Bala Tamás, a szép hő gólvágója tölti be. Ezen túl Balla Károly Mesicsnek hátra. Balla Róbert. Láng. Pusz. Láng kapja vissza. Somogyi indulhat meg. Vajdának át. Óriási gól! Micsoda támadás. Nem is esett le a labda. Láng fejelte át a túloldalra a labdát, ahol Vajda Gusztáv kapásból lőtt. A labda pedig a jobb felső sarokban landolt. 2-0-ra vezet az Aprilia motoros volt a 7. percben. Láng. Somogyi. Mesics volt szabálytalan. Balog Árpád és Wieninger a labda mögött. Balog lövi el, Somogyi. Balog kapná vissza, Láng, aztán Wieningerhez kerül a labda. Majd egészen hátra 20-hoz. Kint van. Kettő nullás Aprilia vezetés. A 8. percben. Balla Tamás. Egészen kimerészkedik a kapuból, és a lövése sem volt rossz, nem sokkal ment az Aprilia kapuja fölé. Wieninger, vörös szerzi meg, Somogyi. Vörös volt erőszakos, és marad a labda a kékmezeseknél. Pintér nem volt pontos. Pusz. Láng. Saját labdájáért megy, aztán Mesics szabadít fel. Fésű gurítja ki Somogyinak. Balog. Láng. Somogyi. Wieninger, 20. Picit csínybe kapta, Pintér érkezett, és akadályozta meg.
Markus Károly lövését, Véninger rossz helyre dobja a labdát. Nem értették meg egymást most Somogyival. Marad a 2-0-ás Aprilia vezetés. Sokkal határozottabb és sokkal veszélyesebb az Aprilia motoros volt játéka. Balog, Véninger, Balognak vissza, aki Somogyi felé ível, hosszú volt egy picit. Hintér, Balla Károly, jól tartja meg, aztán a lövésben már hiba csúszik. Mint egy másfél méterrel szállt a labda a kapu fölé. Fésű. Balla Tamás érkezett, és akadályozta meg az Aprilia támadását, de csak időlegesen, hiszen bedobás a fejérmezeseknek. Balog nem találta el jól, és ebből indulhat a szép hő. Pintér jól tartja a labdát. Balla Károly, de szép akció volt ez is. A kapufa sietett most az Aprilia segítségére. Véninger. Láng. Somogyi sarokkal tovább. Balla Tamás fogja meg a labdát biztos kézzel, majd Balla Károlyhoz továbbít. Aprilia bedobás, Véninger. Most felpörgött a játék. Véningerbe középre, és Balla Róbert az, aki kihozza. Pintér, egyedül, Pintér, mellé. Egyenlítés, illetve szépítési lehetőség volt most a szép hő előtt. Marad a 2-0-ás Aprilia vezetés, és most új játékos a fejérmezeseknél a pályán. Kocsis Balázs 6-os számmal. Balla Károly. Nem történt szabálytalanság, Balla vitte volna tovább. Véninger, Balla Tamás jön ki a kapujából jókor. Véninger bedobása. Somogyi kéri, kapja is. Véningernek vissza egy lövőcsel, aztán inkább tovább viszi. Keresi az embert, kinek lehetne passzolni. Gurmai érkezett időközben a pályára, 3-as számmal az Apriliában. Pintér. Kocsis emeli ki. Vörös. Pintér. Kint van. 13. perc. Véninger. Husz kéri a labdát, be is indul, kapja, azonban talpa alatt elsuhan a játékszer. Balla Tamás kidobása, Gurmai fülelte le. Gurmai még mindig jól tartja a labdát, Gurmai lő, Balla Tamás jobb lábbal hárít. Tizenharmadik perc, 2-0-ás Aprilia vezetés. Vajda. A második gól szerzője, amely talán a forduló gólja is lehet. Pintér. Vajda szerzett majdnem labdát. Balla Róbert azonban résen volt és visszaszerezte azt. Vajda tisztáz ismét. Véninger, Balla Tamás. Vörös. Gurmait próbálja becsapni. Nem sikerül. Pintér. Balog, Gurmai, Véninger indul meg, szép akció, Véninger 3-0. Egy gyors felfutás, és Véninger Krisztián 3-ra növeli
az Aprilia motoros volt előnyét a 15. percben. Balog. Mesics érkezett becsúszva. Balla Károly. Véninger fülelt el az átadást, és viszi tovább a labdát egészen mostanáig. Balla Róbert tisztázott. Balog. Véninger perdítette volna vissza. Balla Róbert állította meg, vörös. Vajdát forgatja meg, aztán balla lő a kapu fölé. Nem igazán volt veszélyes. Vajda. Ütőszámmal Dombi Ferenc a pályán a Szép Hűszeder együttesében. Véninger. Balog. Véninger kapja Vajdához, a kapufáról jön ki. A második Aprilia kapufa. Ezek aránya 2-1 a fehérmezeseknek. De hát ezt ugye nem számoljuk, csupán egyfajta statisztikai adat. Kocsis, Véninger, Balog, Vajda. Jól tartja a Vajda, egy újabb kapufa, és Balla Tamásról hagyja el a labda a játékteret. Sokkal tetszetősebb játékot játszik az Aprilia motoros volt, kombinatív támadásokkal, labdaszerzésekkel, hatékony védekezéssel. Véninger. Mesics támadta. A labdát nem tudta megszerezni. Kocsis előre. Balla Tamás érkezik ki a kapujából jó ütemben, és fejjel továbbítja vissza a mezőnybe a labdát, és egy kapus hiba. Balla Károly lövése nyomán fésű rosszul ér a labdába, amely a kapuba pattan. 3-1 a mérkőzés 18. percében. Éppen az imént az Apriliát dicsértem, hatékony védekezése és remek támadásai miatt. Hát most a védekezés picit szellősnek bizonyult, és leginkább most a kapusposztom volt sebezhető az Aprilia motoros volt. Balla. És akkor ezek szerint lehet, hogy a távoli lövésekkel kellene operálnia a Szép Hőjátékosainak, hogy ezután is hibára késztessék az Aprilia kapusát. Vajda, Gurmai, Véninger, egy picit a háta mögé érkezett Vajda, egy csel, aztán Dombi szerel jól. 19. perc, 3-1-es Aprilia vezetés. Véninger bedobása, Gurmai, Kocsis, Balog. Nem volt pontos Vajda felé a passz. Balla Tamás. Mesics. Vajda szerelt. 3-3-ban. Balla Róbert csípte a labdát, aztán Balla Károly, fésű, kipattan Balla mellé. Fésű kirúgása
Pintér engedi el a labdát. Pintér Máriusz dobta haza. Aztán Balla Tamás keresi az embert. Balla Róbertet választja. Wieningerben akadt el. És újfent. Wieninger az, aki lefülelte a szép akció kezdeményét. Dombi jól vette észre Balla Róbertet, fésű hárított. Balla, a kapufa, amely most az Apriliát menti meg az újabb kapott góltól. És a szép hő hozhatja játékba a labdát, mégpedig bedobással Dombi, át a túloldalra, ott pedig nem érkezik játékos társ. Vajda, szép Wieninger felé emelt. Pintér volt határozott. Wieninger. Kocsis. Wieninger futtatná. Azonban hosszú volt az indítás. 21. percben járunk, 3-1-es Aprilia vezetés. Dombi. Balogot csapja be. Fésű. Vajda. Balog. Dombi Ferenc lépett közbe. Fésű. Wieninger. Vajda, Balog, Balla Tamás, Wieningerhez kerül vissza, Balla lő mellé. Balla Róbert, Pintér, Balla Róberthez kerül vissza, aztán megint csak Pintér Máriusz a labdával, aki inkább hazadja. Balla Tamás. Wieninger szerzi meg, Kocsis, Vajda, Kocsisnak vissza, Wieninger mellé. Pintér, Dombi, Pintért futtatja, szép Balla Károly, lövése pedig fésűről jön ki. Vajda, már is fordulnak a fehérmezesek, de szép volt Gurmai, középre. Wieninger lekésett, Mesics tisztázott. Pintér. Balogot próbált a küténybe fűzni. Ez nem sikerült. Balla Róbert. Balog. Megvárják, amíg Balla Károly beköti a cipő fűzőjét. A 24. percben járunk, 3-1-es Aprilia vezetés, és a szép hő dobhat. Pintér Dombit kereste a labdájával. Kifejelték azonban az Aprilia védői, és egy újabb szabadrúgás most a szép hőnek, Balla Tamás. Wieninger lép neki rá, de nem igazán zavarja. Pintér. Gurmai, Mesics egészen hátra Ballának, Balla Tamásnak, aztán Balla Károly csúsztat, majd Láng továbbítja egyből vissza a labdát előre. Pintér kísérte ki. Balla Tamás. Vajda, Wieninger, Gurmai saját magát találta el, így került a labda a szép szeder birtokába.
Pintér. Balog Árpád lépett ki jó ütemben. Mesic. Dombi egyből tovább leellett finom mozdulattal, Balla Róbert azonban nem igazán számított rá. Balla Károly fésű. Szöglet. Dombi érkezik, Gurmai szerelt egy újabb szöglet következik. Kirúgást ítélnek. Ezek szerint akkor beleért egy Aprilia védő lába. Balog előre, Balla Tamás húzza le. Balla Róbert. Balog Árpád fejelte fel a magasba. Balla Károly tartja még bent. Balog Árpád ment szögletre. Balla Károly szöglete, hátszáll mindenki előtt. Így a túloldalról Gurmai dobhatta haza a labdát. Véninger, Vajda. Vajda kapja be középre. Véninger azonban inkább a 9-es vonalnál ólálkodott. És vége az első félidőnek. 3-1-es Aprilia motoros volt vezetéssel vonulhatnak pihenőre az együttesek. Megkezdődött a második félidő. 3-1-es Aprilia motoros volt vezetésnél. És most Pintér Máriusz a szép hőszeder kapujában a második félidőben. Balla Tamás pedig hiep húzódik támadásba, hiszen igencsak szorongatja az idő, a szép hőt, ugye két gól a kékmezesek hátránya, és már csak egy fél időnyi idejük maradt arra, hogy felzárkózzanak, vagy egyenlítsenek, vagy esetlegesen megfordítsák a mérkőzés állását. Persze ez az kell, hogy minden csapatrészben felülmúlják az Apriliát, és ezt meg is kezdik, hiszen most Balla Károly szerez gólt a második félidő első percében, és már 3-2 az eredmény. Kezdi ledolgozni tehát hátrányát a szép hű szeder. Balla második gólja volt ez. És 3, illetve 0-3-ról most már 3-2. Vagy hogyha 0-3, akkor 2-3 az eredmény. Balla Tamás fejelt, fésű hárított. Idén a szép hőszeder. Az első Pintér védett közben. Lángolövését hárította, tehát a szép hőszeder a 14. fordulóban a tavaszi első körben 6-1-re verte a Blue Hétfőt, aztán következett a Bádogos, mely együttest 9-4-re verte a szép hőszeder. A 16. fordulóban szép hőszeder Turulány 3-6, itt szenvedték el első 2002-es vereségüket. A 17. fordulóban majd a Sünés barátaival találkoznak majd május 2-án. És most ugye az ellenfél az Aprilia motoros volt. Azaz Aprilia motoros volt, amely a tavaszi nyitányon 6-1-es vereséget szenvedett a Klubfecától. Majd a Bombonbolttal 4-4-es döntetlent játszottak. A Blue Hétfőtől 6-2-es vereséget szenvedtek. És a Bádogossal játszanak majd a 17. fordulóban, szintén május 2-án. Gól! Azonban szabálytalan, érvénytelen a gól, hiszen még nem volt sípszó.
és ezért Balla Tamás kap sárga lapot. És aztán reklamálásért Balla Károly is kap egy sárga lapos figyelmeztetést, amely persze 2 perces kiállítást von maga után. Balla Károly és Balla Tamás nélkül, tehát most 2 percig a szép hő Szeder, 2 ember hátrány. Második félidő, 4. perce. 3-2-es. Aprilia vezetés, Dombi lövése levágódik a sorfalról. Pintér. Felszabadít. Somogyi. Vajda mellé. Pintér kirúgása Dombi felé, aki jól tartja a labdát. Fésű szedi fel. Vajda. Na most megpróbálhatja kijátszani az Aprilia a szép hő 3 fős védelmét. Balog. Somogyi, gól, 4-2. A lecsorgó labdára Somogyi érkezett oda legelőször, leggyorsabban, és egy boka mozdulattal gurította el a labdát Pintér Máriusz alatt. 4-2-re alakítja ezzel a mérkőzés állását a második félidő 6. percében. Visszajöhettek a kiállított játékosok, így most már kiegészült a szép hő Szeder, az Aprilia pedig ugye kihasználta az emberfort. Somogyi bedobása, Balla Tamás, aztán Láng, majd Dombi szöglet. Vajda szöglete. Nem talál a labda a játékostárshoz. Pintér. Usz. Kint van. Balla Tamás. Balla Tamás még mindig, Vajda szögletre ment. Balla Tamás szöglete, Balla Róbert veszi le, Huszról vágódik le Vörös, Balla, aztán Vajda próbálja kihozni a labdát, Vörös érkezett és állította meg, akadályozta meg az Aprilia indulási szándékát. Balog Árpád előre, Somogyi nem ér hozzá, sőt, senki nem ér hozzá, így Pintér Máriusz dobhatja ki a labdát. Balla Károly 2 ember közül hozza el, Balla Róbert lő messze a kapu mellé. Fésű kirúgása. Somogyi. Balla Tamás Balla Károllyal kényszerítőzött volna, Vajda azonban lefülelte a próbálkozást. Balog Árpád. Egy kötény Balla Károlynak, Balog Árpád lő mellé. Pintér hozhatja majd játékba a labdát. Balla Tamás fordulna le Lángról, ez nem sikerül. Somogyi jól tartja. Somogyi, Pintér. Balla Károly tartja még bent. Mesics. Balla Tamás,
Balla Róbert a jobb oldalon. Somogyi szerelt. Második félidő 9. perce, 4-2-es Aprilia vezetés. Balla Róbert keresi az embert, akinek dobhatna, Mesics Jánost választja, és a fejes nyomán fésű húzhatta le a labdát. Pintér. Megint fésű jött ki a kapujából. Vörös. Balla Róbert. Balla Tamás. 20 fejelt. Nem szólt kapusa, hogy érkezik mögötte. Nyugodtan hagyhatta volna a játékszert a hálóőrnek. Így szögletett a dologból. Dombi, Láng fejeli ki. Vörös bedobása. Dombi. Nem tudja bent tartani a játéktéren belül. Fésű. Somogyi. Láng. Vajda! Ez is egy szép gól lett volna, hogyha nem téveszt célt a labda. Nem sokkal ment a kapu fölé. Szép volt a mozdulat. És megint csak a támadás. Dombi Ferenc próbálkozhatott a túloldalon. Husz Károly azonban határozott volt és szögletre mentett. 36. perc. 4-2-es Aprilia vezetés és Véninger szerez labdát. Aztán Balla Róbert érkezik. És szerel. Somogyi. Vajda. Véninger 5-2. Szép támadás volt ez is. Véninger második gólját szerzi. Ez a 36. percben. 5-2-es Aprilia motoros volt a vezetés. Balla Tamás 5-3. Nagy gól volt, fésű, tehetetlen volt. Balla Károly mellé most már Balla Tamás is feliratkozik. És mintegy 20 másodperccel az iménti Aprilia gól után ő is betalál a hálóba. Öt-hármas Aprilia vezetés. Vajda. Mesics mellett Pintér véd. Dombi. Balla Tamás. Vörös. Véninger szerezte meg a labdát, és ebből indulhatnak most a fehérmezesek. Láng. Nem találta el jól. Lecsúszott a lábáról. Így a labda messze elkerülte a szép hő kapuját. 20 fejeli ki a lelátóra a játékszert. Pintér. Balla Róbert. Balla Tamás. Nem volt pontos vörösnek a labda. Véninger. Vajda. Véninger kapja Somogyitól egyből. Véninger Pintér biztos kézzel fogja a labdát. Balla Róbert. Mesics. Pintér. Balla Tamás. Balla Róbert fut fel a bal oldalon. Balla Károly érkezését várta volna ott a kapu előterében.
Lang. Balla Róbert, jól tartja. Balla Károly. Balla Róbert most elveszti. Aztán Véninger három kékmezes gyűrűjében ki tudja hozni, és tartja is. A labdát egészen mostanáig Balla Tamás szerezte meg. Dombi a kapussal szemben, és az oldalhálót találja el. Óriási lehetőség volt most ismét a szép hőszeder előtt, hogy megint egy gólra zárkozzon fel. Balla Vajdáról vágódik le. Balla Tamás, Láng fejeli ki a túloldalon. Balla Károly, Balla Tamás pedig nem tudja jól lekezelni a labdát. Dühös is ezért a szép hő tízes számú játékosa. Fésű kirúgása Vajda felé, Mesics fejeli vissza. Balla Tamás, Véningert csapta be egy csellel, megindulni azonban nem tudott. Balla Károly, Láng őrzi, Balla Károly még jól húzza vissza, aztán Vajdát találja el, és Balla Károly szerzi vissza a labdát Balla Tamás mellé. A második félidő 15. percében járunk, 5-3-as Aprilia vezetés. Fésű rúgja ki a labdát, Láng felé száll, Balla Róbert fel a magasba, Balla Károlynak kell megszeridítenie. Ez megtörtént, majd Husz Károly anyag eleganciával tessékelte a parketre Balla Károlyt, aki pedig nem fogadja Husz Károly bocsánat kérését. Balla Tamás szabadrúgása, Dombi mellé. Véninger. Újra el kell végezni a kirúgást. Véninger fésű. Elakad labdája, Gurmai. Husz. Véninger. Balla Róbert szerzi meg. Balla Tamás. Husz Károly becsúszva szerel. Balla Tamás bedobása, Balla Róbert. Vajdáról hagyja el a labdajáték teret szöglet. Második félidő 17. perce, Vajda. Véninger indulhat meg. Pintér. Egy újabb szöglet most azonban a másik oldalon. Balla Károly. A szögletekkel nem igazán tudnak mit kezdeni az együttesek, sem egyik, sem pedig másik oldalon. Azok rendre vagy átszállnak, mindenki feje felett vagy lába előtt, egészen a túloldalra, az oldalvonalig, vagy pedig a védekező csapat szerzi meg a labdát könnyedén. Balla Tamás pedig könnyedén lő a kapuba. Fésű és a jobb kapufa között. Balla Tamás is már két gólos ezen a találkozón, épp úgy, mint Balla Károly, és már 5-4 a mérkőzés állása még mindig az Aprilia javára. A második félidő 18. percében. Vajda a kapufáról jön ki. Bármennyire is simán indult a mérkőzés, tehát ugye 3-0-ra húzott el az Aprilia motorosbolt, most már igen szorossá vált, 5-4 az eredmény. Balla Tamás. Vajda. Balla szerelte. Vajda. Dombit csapta be, Vajda viszi tovább.
Véninger, 3-1-ben. Véninger, gól. Nagyon megnézte a rövid felső sarkot Véninger Krisztián, aki így harmadik találatát szerzi, és ismét két gól a különbség a két együttes között. 6-4 az Apriliának. Mindez a második félidő 19. percében. 6 perc van hátra a mérkőzésből, és 6-4-re az Aprilia vezet. Véninger próbálta megszeridíteni, ez nem sikerült, Balog Árpád viszi tovább. Bedobás. Balog bedobása. Véninger, szép. 7-4. Egyre biztosabbá válik az Aprilia fölénye. Pintér Máriusz most nem egy igazi kapus mozdulattal rukkolt elő, hiszen inkább elfordult a labda elől, mint hogy annak megszerzésére törekedett volna. Második félidő 20. perce, 7-4-es Aprilia vezetés. Véninger negyedik gólját szerezte. Persze Pintér Máriusz mentségére legyen szólva, hogy nem is a kapuvédés a feladata egyébként. Ez egy kényszer megoldás. Balog. Véninger fölé. Gurmai. Balla Tamást választották el a labdától. Gurmai, gól. 8-4. Úgy érzem, most már eldőlt a mérkőzés. A 46. perc, 8-4-es Aprilia vezetés. Nem olyan rég, egészen pontosan 3 perccel ezelőtt még csak egy gól volt a különbség az Aprilia javára, akkor még bármi történhetett volna. Most már azonban a szép hő talán lélekben is feladta a találkozót, hiszen igaz, még van hátra 5 perc. A hátrány azonban 4 gól. Véninger. Pintér. Dombi. Láng. Balla Róbert. Balla Károly. Láng. Véninger. Görös tartja. Balla Károly. Fésű. Görös bedobása. Kocsis fejeli ki. Balog Árpád. Balog inkább cselezett, ahelyett, hogy kitette volna bal oldalra, hiszen Véninger teljesen üresen várta a labdát. Második félidő 23. perce, 8-4-es Aprilia vezetés. Fésű. Láng, majd Véninger. Dombi előzte meg Véningert. Véninger Krisztián kapja, aztán Balog Árpádnak Perdidi tovább egyből, aki pedig kihasználja a lehetőséget. És 9-4-re alakítja most már a mérkőzés állását. Második félidő 23. perce. Ki
29-4-es Aprilia vezetés. Balla Károly vesztette el. Lang. Wehlinger. Balog. Fésű. Balog Árpád kapja vissza. Másfél perc van még hátra a rendes játékidőből. 9-4-es Aprilia vezetés. Balla Róbert. Balla Tamás. Balla Károly a kapufát találja telibe. Nem csak gólokban, de a kapufákban is bővelkednek a csapatok ezen a mérkőzésen. Gurmai nem sikerült bejátszani, középre pedig ketten is várták volna ott a labdát. Dombi, Balla Róbert a túloldalon kapja is. Dombi ismételhet, vagy javíthat. Ez azonban elmarad. Marad a 9-4-es Aprilia motorosbolt vezetés. Az utolsó percen belül Wehlinger kint van. Pintér. Wehlinger veszi le. Balla Károly lépett közbe. Láng fel a magasba. Aprilia szabadrúgás. Dombi lökött. Gurmai. Pintér Máriuszról vágódik ki. És vége a találkozónak az Aprilia motorosból, tehát 9-4-re verte a szép hőszedert. Azt hiszem a mérkőzés alakulásában döntő fontosságú volt, hogy a szép hőszeder igazi kapus nélkül állt ki erre a találkozóra. Tehát még egyszer a végeredmény, Aprilia motorosból, szép hőszeder, 9-4. Megszületett a döntés. A 16. fordulóban félbeszakadt Fedél Kft. Csé plusz V találkozót április 12-én pénteken 21 órakor játsszák újra a Videoton oktatási központban. Most következzen a 18. hét összefoglalója. A Korall-Bádogos összecsapást gyászszünet előzte meg a Bádogos egyik játékosának elhunyt édesanyja tiszteletére. Igazi kiesési rangadót hívott egymással a két együttes. A Bádogos tavasszal még pontot sem szerzett, a Korall viszont a mérkőzés előtt két vereség mellett egy győzelmet és egy döntetlent tudhatott magáénak, és egy újabb diadallal beérhette volna pontszámban zöldmezes ellenfelét a tabellán. A Korall ennek megfelelően kezdett, s a találkozó elején 7 méteresből szerzett vezetést. A Bádogos nemigen találta a ritmust, és ezt a Korall könyörtelenül kihasználta, most már akcióból talált az ellenkapujába. Fordulás után sem változott a játék képe, továbbra is a Korall előtt adódott több gólszerzési lehetőség, melyek közül egyet a második félidőben is kihasznált, így 3-0-ra nyerte a mérkőzést. A Fedél Kft. Klubfeza találkozót a Feca kezdte jobban. A kékmezesek gyorsan 2 gólos előnyre tettek szert, csak ezután ébredtek a Fedél játékosai. A tabella második helyezettje még az első játék részben egyenlíteni tudott. Fordulás után kemény küzdelem folyt a pályán, és a magabiztosabban játszó Feca ismét vezetéshez jutott. A találat után a Fedél erőteljesebb támadásokat futtatott, a Feca pedig ekkora kontrákra összpontosított, és ez eredményre vezetett. Növelte előnyét. Az utolsó percekben a Fedél Kft. Felzárkózott, majd emberelőnyben játszott, ám ezt a Ford nem tudta gólra váltani, így maradt a 4-3-as klubfeca győzelem. A fészeképítők pontosan fele annyi pontot szerzett a 18. forduló előtt, mint eheti ellenfele, a Bombon. Eme mérleg tudatában a fehérmezes Bombon volt a találkozó egyértelmű esélyese, mégis a fészek szerzett vezetést. A dobogóra törő Bombon játékosai gyorsan átvették az irányítást, és nem bánkódtak sokat hátrányukon. Saját maguk engesztelését pedig a fészek hálójának zörgetésében látták, és még az első félidőben megfordították az eredményt. A második félidőben az építők játéka még szervezetlenebbé vált, leginkább az előreívelt labdákkal operáltak, eredménytelenül. A másik oldalon viszont a Bombon tovább növelte előnyét, egyre biztosabbá téve a papírforma eredményt. A Bombon végül 6-2-re nyerte a találkozót. Kötelező győzelem volt? Igen, azt hiszem, igen. Az volt, bár nem volt egy egyszerű mérkőzés, ezt meg kell vallanom. A múlt mérkőzésen sem játszottunk jó formában,
Hát a vége fele már azért magunkra találtunk. Hogyan értékeled a mai mérkőzést? Én azt hiszem, hogy ennél csak jobb mérkőzést játszhatunk ezen túl. Az elején azt hiszem, hogy partiba voltunk, egy negyed órán keresztül vezettünk. Addig azt játszottuk, amit mi kitaláltunk a bombon ellen. Aztán két iszonyatos védelmi hiba, jó volt, abból fordult a kocka. Utána viszont azt hiszem, hogy a bombon játszotta azt, amit ők Isten igazából tudnak, ezt a kikényszerítősdét, úgyhogy ott már elment minden. Fel nem adtuk, de hát ekkora a fölény jelen pillanatban két csapat között. A sereghajtó és a listavezető csatáját hozta a Süni és barátai és a Turulány találkozója. Helyzeti előnyét gyorsan stabilizálta a bajnoki címre is esélyes Turulány. A Süni ugyan próbálkozott, de a kékmezesek rendkívül szervezetten védekeztek, így a Turul hálóőrének feketének szinte csak a kirúgásoknál kellett játékba avatkoznia. Egészen a játékrész közepéig, amikor egy szögletből a Süni váratlanul szépített. A bekapott gól nem zavarta meg a Turult és tovább növelte előnyét. Fordulás után nagy elánnal kezdett a Süni baráti társasága. A Turul játékosai hosszabb, rövidebb időre beszorultak kapujuk elé. A találkozó utolsó 13 percét emberhátrányban játszotta végig a Süni. Gólt nem lőtt, de nem is kapott, így maradt a 4-3-as Turul lány győzelem. Számítottam rá, hogy nehéz mérkőzés lesz, ellenünk valahogy mindig felszívják magukat. Hát hiányzott egy-két emberünk, meg szerintem a csapat kicsit könnyen vette a meccset, úgyhogy a tabellát néztük. Nekünk minden pontra szükségünk van, és azért menni kell, hajtani kell. Hát sajnos nem volt egy kis szerencsénk se az, hogy az egyenlítő gól meglegyen. Megpróbálunk mindent megtenni, mert elég hátul vagyunk, és tényleg menni kell, nekünk győzelem kell. A C+C Cooper SC összecsapást is gyászszünet előzte meg. A C+C egyik játékosának elhunyt édesapja emléke előtt tiszteregtek. A mérkőzést a Cooper SC kezdte jobban, több akció végén is disztlőkapusnak kellett közbeavatkoznia. A vezetést is az esélytelenebbnek vélt sötétmezes Cooper szerezte meg. Előnyét azonban nem tudta tartani a félidő végéig. A C+V egy bombagóllal egyenlített, majd még ugyanabban a percben egy potyagóllal a vezetést is átvették. Majd következett egy újabb parádés találat, ám most a másik oldalon így 2-2-vel fordultak a gárdák. A második félidő elején a C+V támadott veszélyesebben, ismét előnyhöz jutott a címvédő, ám a Cooper másodszor is egyenlített. A végeredmény 3-3-as pontosztozkodás. Kiengedtük a kezünkből a meccset, mert vezetünk többször is, és olyan gólokat kaptunk azért, amiket nem szoktunk. Szóval lehet, hogy leveszik, beolózzák a miatosunkon belül, azért az nálunk ritkán fordult elő, úgyhogy én azt mondom, hogy elvesztettünk két pontot most. Attól független mondjuk egy hajtós meccs volt, tehát azért ezek a fiatalok is nem véletlenül játszogatnak, azért itt ott a tifi csapatokba. Szóval kemény erőpróba volt, sokat futnak, de én úgy érzem, hogy ezt mi toltuk el. Úgy érzem, hogy talán most játszottunk a legjobban is, és én megkockáztatom, hogy megérdemeltük volna a győzelmet. Szerintem az első fél időben mindenképp. A vezetésünk után úgy érzem, hogy két elkerülhető gólt kaptunk. Hát így a második fél időkép alapján igazságos a döntetlen. Az első osztály 18. fordulójának eredményei: Korral Bádogos 3-0, Fedél Kft. Klubfeca 3-4, Fészeképítők Bombon 2-6, Aprilia Motorosbolt Szép Hőszeder 9-4, Süni és Barátai Turulány 3-4, C+V Cooper SC 3-3. A tabellát a Turulány vezeti 42 ponttal, második a Bombon 31 ponttal, igaz, ők egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, harmadik a Feder Kft. 30 ponttal. Negyedik az Aprilia, ötödik a C+V, hatodik a Blue Hétfő, mindhárman 29 ponttal állnak a tabellán, hetedik a Klubfeca, nyolcadik a Cooper SC, kilencedik a Szép Hő Szeder, tizedik a Fészeképítők, és a kieső helyeken 11. a Korral 14, 12. a Bádogos 14, és 13. a Süni és Barátai 10 ponttal. Az 1B 18. fordulójában a következő eredmények születtek: Ságépítő Dekkebauelesek 2-3, Más Tészta Hungária Taxi 5-3, Shellgáz Fehérvíz 1-0, tehát a Shell megszerezte idei első győzelmét, Zöldker 96 Kft. Traktriller SC 3-1. A tabellát itt a Maratonsport vezeti 42 ponttal, őt követi a Fevita szintén 42 ponttal, harmadik a MÁV Gépészet 39 ponttal, negyedik a Poják, ötödik a Dekkebau, hatodik a Traktriller, hetedik a Zöldker, nyolcadik a Más Tészta, kilencedik a Ságépítő, tizedik a Fehérvár Horgászbolt, 11. a Fehérvíz, 12. a Hungária Taxi, 13. a Lankaszt, és 14. a Shellgáz, amely most már 3 ponttal áll a tabellán.
A 19. fordulóban jövő hét kedden a Bombom volt a Fedél Kft-vel, a Blue hétfő a fészeképítőkkel, a Szép Hő Szeder pedig a Korallal, még csütörtökön a Süni és barátai az Aprilia motorosbolttal, a Klubfece a Csé plusz fével, a Turulány pedig a Cooper SC-vel találkozik. A jövő héten a Bádogos lesz, a szabadnapos együttes. Kedves nézőink, ennyi volt mára a Kispálya, a legközelebb jövő hét szombaton jelentkezünk ismét a Fehérvár Televízió műsorán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.